Sziasztok! Ismét Wi-Fi 7 képes AP van a csatornán, mert ugye volt már egy, egy TP-link, és hát most ugye a unifi jött egy Wi-Fi 7 képes AP, méghozzá egész pontosan a Virelesbolt jó voltából van itt, úgyhogy ezúton is köszi nekik. Ez egy kibontott ö, darab volt, úgyhogy mm, például, csomagolását nem tudom megmutatni, kicsomagolás sem, sőt majd ö, valahogy ügyesen kell főhekkelnem, mert nincs benne a, mm, a hátlemez, amire föl lehet rögzíteni ezzel a bajon egy záras szerkezettel, de valahogy majd föl, fölrakom a helyére. Úgyhogy ez egy kibontott csomag, ami, ami érkezett hozzá, nem egy gyári csomag, de köszi, hogy legalább ezt el tudták küldeni. Kicsit nagy most az igény ezekre az eszközökre. Úgyhogy hát őt fogjuk megnézni. Az első benyomásom egyébként az volt róla, hogy hát ez nehéz. Tehát ez méretész képes nehéz, és ez annak köszönhető, hogy ennek fémből van a hátulja. És mivel most már megy egy jó pár perce, és érzem, hogy melegszik, valószínűleg ez ilyen hűtőbordaként funkcionál. Tehát nem azért van fényből, hogy könnyebben fejbe lehessen vele csapni a kollégákat, és működjön tovább, hanem azért, hogy valószínűleg hűtőfelületként működik, és itt hőt ad, hőt ad át a szerkezet. Egyébként a szokásos Unifi UFO alak, ezt leszámítva, hogy a súlya az, az, az testesebb, és, és, fém a hátulja, és már elég rég volt nálam az a TP-Link AP, de emlékeim alapján az szerintem ennél nehezebb volt, és nagyobb volt. De mind a kettőnek fönt van az adatlapja a netán, akit érdekel, a dolog az utána az nézni. Én most szubjektív érzésekről beszéltem. Szóval itt van, és hát mivel ezt a mini PC-t is meg itt tesztelgetem, így ő rátelepítettem fel a Unifi network és ő rajta vesztük fel a videót is ő, itt a képernyőképpel, úgyhogy ez ilyen dupla teszt, ha így nézzük. Szóval, ahogy mondtam, Virálisból jó voltából van itt az eszköz, ez most kapható náluk. Ha fölmegyünk az oldalra, akkor itt látjuk a, az egyik legfontosabb tulajdonságot, ugye, ezen már két és fél gigás sport van. Tehát ugye a wifi fi 7 az az, az simán kihajtja a két és fél gigás portot, sőt, akár még maga a szabványnak köszönhetően nagyobb sebességet is ki lehetne. Tehát pazarlás lenne erre egy egy gigás portot rakni, mert az szűk keresztmetszet lenne. Ezen egy két és fél gigás van. Akit egyébként érdekel a Wi-Fi 7 szabvány picit részletesebben, mert most erről nem akarok már beszélni, az Nézze meg ezt a TP-Link Wi-Fi 7 videót a csatornán, Wi-Fi ott, 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 egy picit mesélgetek a Wi-Fi 7 részletesebben, hogy mik a vele kapcsolatos tudnivalók. Na most ezt ott is elmondtam, meg itt is elmondom, hogy igazániból a teszt egy picit nehézkes, mert hogy ap már már csak vannak Wi-Fi 7-esek, kliensekkel vagyunk igazániból a gondban, mert nem nagyon van, azóta most már azért lehet Magyarországon is kapni egyébként Wi-Fi 7 kártyát, de javarészt olyanokat, amik ugye az Intel chipsettel vannak szerelve, és azok nem működnek AMD-s géppel, és nekem természetesen AMD-s gépen van, tehát azzal nem működnek, az Intel, Intel chipsetje az, az támaszkodik az Intel processzoraira. A többi chipsettel, a többi gyártó, akik még gyártanak ilyen fületes chipsetet, az pedig nem nagyon kapható, tehát így pat helyzet van, úgyhogy igazándiból Wi-Fi 6-os, 6 wi s eszközökkel tudjuk tesztelni. Ennek annyi előnye van, hogy Wi-Fi s eszközünk is van, hogy legalább ugye ezt a 6 GHz-es sávot ezt tudjuk majd nézni, de hát azt is csak ugye 160 MHz csatornási szélességgel, mert a Wi-Fi 6E a 160 MHz-et engedélyezett. A Wi-Fi 7 az ugye ennek már dupláját is tudja, a 320-at. Szóval egy a lényeg, rálogatunk több klienst, és megnézzük, hogy mit tudunk belőle így kihozni egyelőre még csak így működik a Wi-Fi teszt. Valószínűleg egyébként a legtöbb helyen, ahova felszedik az eszközöket, még szintén itt tudják őket használni egy pár évig, mert idő lesz, amíg elterjednek a Wi-Fi kliensek. A telefonom, ami ott van, ami, ami most vele veszem, az is csak wi fi e tud, egyébként pedig egy Samsung csúcskategóriás telefon. Jó, nem a legújabb a tavalyi, de, de jó, nem a legnagyobb, de szóval a sima S23. Rendben. E, ha itt fölmegyünk egyébként az oldalra, ugye látjuk, hogy a tápegység az nem tartozik, tehát vagy kell PoE switch, vagy meg kell mi külön a tápot hozzá, ami egyébként egy 5800 font áfás tehát ha már kiköhögtél egy 66 gurigát egy ap akkor már nem az a táp lesz annak az akadálya. És e, itt a gyártó kiadó oldalára el tudunk rögtön menni, egyébként ezt nagyon szerettem, hogy mindig be vannak linkelve, és akkor te meg tudod nézni az adott terméknek a gyártó kiadó oldalát, úgyhogy ez egy pozitívum, és hát itt megnézhetjük a fogyasztás az ilyen 21 watt, az látható, és uh, itt a súly egyébként 680 gram, tehát hogy ez, ez az ő súlya, itt vannak a méretei, megnézhetőek, és uh, hát a, a, az antennák, itt láthatok, hogy 2, 4, 5 gigán és uh, 6 gigán milyen, antenná, nyereség, milyen antennák uh, vannak ezen az eszközön, illetve hát ugye a bitráták, amik ugye, ugye a wifi bitráták, tehát ez ugye nem a tényleges átviteli sebesség, hanem ez ugye a bitrát, amivel össze állni legjobb esetben is a link, és hát ugye a Max Power. Na most, én erre a gépre fölszögeltem egy Unifi network a legújabbat, adoptáltam az eszközt, és egyébként azzal indult, hogy frissítette is magát, tehát most up to date jelen pillanatban, és ha megnézzük itt a nyitó oldalon, akkor itt azt látjuk, hogy 40, 160 és 320 MHz csatorna szélesség van, de ezt senkit ne tévesszem meg, mert ez az átverés, ez az, amit már én beállítottam. A gyári alapértelmezett értékek azok nagyon szolídan, mindegyikre 20 MHz -es csatorna szélességet írnak, tehát ha gyári alabbáltason hagyod, akkor nagyon-nagyon-nagyon gyengécske eredményt fogsz kapni. Úgyhogy az első dolgor az legyen, hogy bejössz ide a settings menübe, és szépen felszögeled 40, 163, 20-ra, hát ugye itt 6 ghz -en. Ebb, ezt mi nem fogjuk tudni kihasználni Wi-Fi 6S kártyámmal, tehát a 160-at tud ö, maximális csatorna de mivel a TP-link eszközt is 320 mhz hagytuk, és úgy teszteljük, tehát teszteltük így, őt is 320-ra tesszük, és én a, teljesítményt is automatán hagyom, illetve a csatornákat is majd ő szépen megkeresi magának automatikusan, ami a számára szerint legjobb. Ugye ezeket elképzelhető, hogy érdemes magunknak tekergetni kézzel, de mi most ugyanazt az automatikus beállítást használjuk, hogy könnyebben összehasonlítható legyen, mint a mint, mint, ott voltak. Tehát mindig autón hagyjuk, aztán ha nagyon-nagyon nagyon eltesz tossza valamelyik eszköz, akkor szoktam kézzel belenyúlni, de alapvetően hagyom, hogy nézzük meg, hogy gyári beállításokon mit tud. Nem itt lesz ugye, hanem majd bemegyük vala a házba, és oda lesz fölrakva. Aztán megnézzük, hogy mit fog produkálni. Nézzük a tesztkörnyezetet, ugye a TP-Link dekókat most kikapcsoltam, hogy ne zavarjanak a wi vel és visszadugtam ezt a Mikrotik routert kikapcsolt wi vel ő adja a netet. A mini PC, amit már bemutattam a csatornán, akit érdekel meg lehet nézni a videóban, őról a fut most a Unifi Network, tehát ő gyakorlatilag a kontrollere az Unifi AP-nak, és ugye ezen a nason fut egy hiperszerver konténerben, és a 10 gigás portjaira van bedugva az egyikre a NAS, a másik 10 gigás portjára pedig be van dugva az AP, akinek ugye két és feles csak a portja, tehát bőven elég lesz, és ez a madzag, ez ugye feljön a szokásos helyre, ide az AP-ra, ami ez ugye mivel bontott csomag volt, nem kaptam ö, konzolt, úgyhogy egy picit trükkösen kellett rögzíteni, hogy a szokásos helyre föl tudjuk tenni, hogy nagyjából ugyanazt a teszteledményt kapjuk, de először nézzünk... Ö, sebességtesztet, hogy mit lehet ebből kihozni. Nekem, ahogy mondtam, nincsen Wi-Fi -es eszközöm, ebben a gépben van egy Wi-Fi 6 kártya, illetve a telefonomon is van Wi-Fi 6 egy S23. Hát ennek itt az antennája, ennek a gépben lévő Wi-Fi eszköznek, úgyhogy hát innen tudjuk megnézni, hogy mit lehet nézni. A UniFi Networkba belépünk, ez az asztali gép, ez látható, az 5 gigás sávra került föl. A telefon az pedig a 6 gigás sávra került föl, és ha megnézzük, azt állítja a gépünk, hogy a bitrátánk az 2 giga jelenleg, volt ez már 2,4 is mikor fel, most épp fölment 2,4-re, így van. És ha itt részletesebb alatokat akarunk látni, akkor látjuk, hogy ezek a jelszintek vannak, egy mínusz 51 decibeles jelszín, és ugye csak 160 es bitráta. Vagy csatorna szélesség, bocsánat, csatorna szélesség, ugye ő ráigaz ez, mert 6 gigán lenne 320, de mindegy, mert nincsen uh, Wi-Fi -es eszközünk. Tehát ez a csatorna szélesség, amivel tudunk dolgozni, 160-as. Nézzük meg, hogy mit kapunk ezzel. Tehát ezek a Wi-Fi 6 eszközünk a legjobbak, amiket tudunk használni. Uh, de hát ez gyakorlatilag ilyen 1,3 giga is ki fog ebből jönni. Az előző-előző teszt, amit csináltam itt videón kívül, az kihozta 1,10 futtassunk még egyet, egy teszt, nem teszt. Na, ez még rosszabb lesz talán, nem? Azért ez meg lesz ez, meg lesz ez, meg lesz ez. 1,23 giga uh, bit per szekundum, amit ezzel a géppel, egy Wi-Fi 6 kártyával, egy TP-Link hozzá hozza ezt össze. Nézzük meg az S23-ból, esetleg többet tudunk-e kicsalni, úgyhogy ehhez pedig ide jövök minél közelebb az eszközhöz hogy hát mégis milyen milyen eredményeket kapunk. Hát ez egyébként reklamál a, a, a program hogy hát nem a legjobb a csatorna kiosztása, amit használtunk de ez most mind automatikus. Én nem nyúltam hozzá. Ő dönti el melyik klienst hova dobálja. Ő tette az asztali gépet. Azt elárulom, egyébként az asztali gépet először e, a 6 gigás sávra tette föl, de miután bekapcsoltam az S23-at, átdobta az asztali gépet 5 gigára, és ő lett haton. De ez az ő döntése, ebben nem kívánok belefolyni, és ha elindítottam volna a képrögzítőt még, ezt mind láttátok is volna. Szóval most már, hogy e, e, meg is a képrögzítés látszólik, hogy egy ilyen mínusz 36, 40, mínusz 41 decibeles jelszintünk van, ezt mutatja a wi men és akkor ehhez képes nézzünk ismét egy sebességtesztet, hogy mit fogunk mérni itt és most. Hát ez 1,4 giga per szekundú. Hát ez van, gyerekek, az operatőr, hátán van a kisgyerek, nem tudjuk hova tenni, úgyhogy ez ilyen búgások, ez ezzel jár. Engem is frusztrál, de nem tudok mit csinálni. 1,30 körülbelül. Hát ugye az látszik, hogy ezen egy két és feles port van, tehát az egy gigás port az mindenképpen kevés lenne, még ahhoz is, hogyha ilyen eszközökkel használjuk ki, hiszen 1,24 giga, 1,3 gigát ebből ki tudunk azért hozni, és ezek ugye nem wifi 7 képes eszközök, tehát van létjogosultság a két és feles portnak. Na most indul akkor mindjárt körbenjárás, a szokásos helyeken nézzünk szokásos értékeket, amiket már ugye mindenki ismer, úgyhogy kezdek a kanapénél, itt a gyerekhinta mellett, ide leülök, és hát ebből lett egy mínusz 53 decibeles jelszintünk. Akkor ehhez képes nézzünk egy sebességet, hogy itt mit mérünk. Hát itt, itt már ilyen 900 megabit per szekundum környékén leszünk. Én azt gondolom, így van, 866, mérjünk még egyet. Hát igen, igen, ez a 900 körül meg lesz. 893. Menjünk akkor be a szobába az ágyra. Hát ha baba is hagyja, hogy végigjussunk ezen a teszten. Már csak három éves megy óvodába. Addig kitartás, addig kevés wifi tesz lesz a csatornán. Na, hát itt az ágyon fekve, tudjátok, ez egy viszonylag árnyékolt szoba van egy mínusz 62 decibeles jelszintünk, és ehhez képest nézzünk egy sebességet, hogy itt mit kapunk. Hát az már ez egy konszolidáltabb, 300 megabit környékén leszünk. 324, mérjünk még egyet. Ugye itt most az AP dönt, hogy át -e dobni esetleg 5 gigára, 2-4-re, Mit akar velünk csinálni? Ez 331 megabit per szekundum lett, úgyhogy menjünk tovább. Én azt mondom, de váltsunk ezzel vissza ide, hogy látszódjanak az esetleges változások. Ugye ott van fönt, és akkor szokás szerint bezárkózunk a hírolvasó helyre, majd csukd be magad után az ajtót létszíves, hogy életszerű legyen. Bár lehet, hogy valaki nyitott ajtóval szokott a szózi ülni. Na, ez egy mínusz 60 decibel, így. Ahogy nézzük, mínusz 58 is akár, szerencsés időpillanatban elkapva, indítsuk el a mérést, és nézzük meg. Hát ez 600 fölött lesz, közelebb a 700-hoz. Csuklik is szerencsétlen, hogy hallom. 700, hát ja, 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 660, 7640 676 megabit per szekundum. Oké, okay, menjünk akkor ki, tudjátok jól, kivegyünk az udvarra, és megnézzük, hogy hát meddig bír velünk az eszköz. Ö, az mind, ö, azt nem szoktuk becsukni, ezt szoktuk becsukni. Ezt az ajtót szoktuk becsukni csak hogy igyekszünk hasonló körülményeket teremteni. Ezt az ajtót viszont mindenképpen csukjuk be, és hát itt a becsukott ajtón túl van egy ilyen mínusz 66, mínusz művészkedsz? Mi <laughs> Nem baj, mínusz 69 decibeles, 65 decibeles jelszintünk. Történt valami, átváltott minket 5 gigára. Átdobott minket 5 gigás sávra a 6-ról, ha jól látom, és uh, kaptunk egy mínusz 67 uh, 64 decibeles jelszintet. Nézzük meg akkor, hogy mi történik. Hát ez nem fogja felrobbantani a, a világot. Ez egy 220 megabit környékén vagyunk. 187. Futtassuk még egy kört vele. 200, 200, 200 megabit per sekundum, 220 környékén. Tudjátok, új fészer, zöld fészer. Megnézzük, hogy ott mit fogunk látni. Eljövök ide. Forduljunk az épület felé. Van egy. Úgy itt már az ablakon keresztül is jön, hát, talán mínusz 70 decibeles jelszintünk van, és nézzük ehhez a mínusz 70 decibeles jelszinthez képest. Nézzünk egy sebességet. Hát ez már bizony 200 megabit alatt lesz. 152 megabit per szekundum. És hát a második mérés is valami ilyesmi lesz. Igen, 140 megabit. Utolsó állomásunk. Kitartás, gyermek. A kapun túlra. Hát azért valamennyire hallatszik, ez biztos. Jézus! Ez itt már igencsak púr. Megnézzük, hogy esetleg átdobja minket kettő-négyre, vagy mi történik. Még, még, 5 gigán vagyunk, most dobott át minket 2-4-re. Fel is ugrott a jelszint mínusz 74 decibelre, úgyhogy ezt azért automatikusan szépen intézi, ezt a dolgot. És akkor nézzünk egy sebességet, most 2-4-en vagyunk, hát és hasonló érték lesz kb. mint ott az 5 giga. Esetleg mutasd meg, aki még nem lát, hogy a házhoz képest hol vagyunk, nem, nem lesz annyi sem, <laughs> nem lesz annyi sem. Nem lesz annyi sem. Hát ez egy, ez egy 42,8 lett, de ugye még egyet mérünk. És belerohadt az iperszerver. szerver Balszak a túloldal, belerohadt az iperszerver, szerver de uh, egy mérést meg tudtunk vele csinálni. Úgyhogy uh, hát 52 lett. Oké, okay. jön a. Tömeges teszt, hogy megnézzük, hogy akkor a teljes átteresztő képesség az mennyi, de ahhoz el kell indítanom egy pár IPER szervert, hiszen mindegyik külön IPER szerverhez fog csatlakozni, és megnézzük, hogy összesen kb. mit tudunk vajon kihajtani ebből a rendszerből. És akkor készen áll a stressz teszt, ami ugye úgy néz ki, hogy az eszköz még mindig itt fönt Ma Az egyik eszköz majd ugye ez a gép lesz, ezen egy Windows 11 van, Wi-Fi 6 S kártyával. A másik eszköz az S23-as lesz Wi-Fi 6 kártyával. És akkor ez úgy néz ki, hogy ebbe 2, 4 és 5 gigás kártya is van, ez egy Windows 10. Jó, ja, az asztali éppen Win 11 van. Ezen egy Debian van, Debian 12, ő is tud 2, 4 és 5 gigát is. Ezen egy MX Linux van, ebben csak 2.4-es kártya van, tehát ő máshol nem tud felkerülni, azon megint egy Windows 10 van, abban van 2.4 meg 5 giga is. És akkor nézzük meg, hogy automatikusan hova szórta az eszközöket. Ami úgy néz ki jelen pillanatban, hogy 6 gigára felkerült gyakorlatilag az S23-as és az asztaligép, 2.4-re felkerült az a laptop, aki csak 2, 4 et beszélt az összes többi eszköz pedig 5 gigára került föl, ahogy látható. Hát változó csatorna szélességgel, ki mit tud. Na most, indítottam több iper szervert, ezekhez fogunk párhuzamosan csatlakozni. Külön-külön már mindegyiket itt futtattam, hogy ellenőrizzem a parancsot, de most ugye egyszerre fogjuk elindítani, hiszen az a lényeg, hogy hát mit tudunk itt egyszerre indítani. Úgyhogy, hát nem is tudom, kivel kezdjük. Durancsuk őt. Jaj, egy végtelenítést be kellett volna állítanom, mert ez így le fog futni hamar. Mindjárt egy picit módosítok a parancson. Szóval egy t 0 t még mögé vágtam, és ezt elkövettem mindegyiken, és aztán indítom. Na most talán sikerült mindenkit jól indítanom, szóval ez mondjuk azt, hogy 500, 500 megabit, 560, ez 400 megabit, Ez 75, 60, 60, ez 300, ez 80, 90, 100 mondjuk, ő meg 111, 100, hát 100, 100, 111, mit hogyan nézünk? Ez fix 100, ő a legegyszerűbb. Oké, okay. akkor összeadom. Ilyen ehhez hasonló. Eredmények jöttek ki, plusz-minusz 100 megabiteket sikerült itt a több eszközzel kiharcolni. Tehát mondjuk azt, hogy egy ilyen 1500-1600 megabit, tehát 1,6 gigát sikerült belőle kihozni. Öh, hát wifi -es eszközünk nincsen, hanem ugye ezekkel a, az eszközökkel, amiket mutattam, egy sikerült belőle kihozni. És még a végére beszúrok egyet, mivel mindenki az openspeed tel szeret tesztelni, hát én is. Fölhajítottam már igazándiból múltkor is egy konténerben, úgyhogy mindjárt megnézhetjük, hogy OpenSpeed tesztekkel mit mérünk. Én már azért mértem, lesz némi érdekesség ebben a történetben. Ugyanis. Hát ugye ilyen 1200 körül volt az fel, ezzel viszont Download irányban mérünk egy ilyen. 800-at, és nincsen kifeküdve az erőforrásai a se a konténernek, se a Letöltés irányban, wow, 1800, azt a 700-át, vagyis feltöltés irányba, upload 1800. Hát ez egyébként az eddigi legjobb érték, eddig ilyen 1600-ot mértem legtöbbnek. <laughs> szóval, hát, Open hát OpenSpeed tesztel pedig ezt mérjük egy S23-ason, így hogy itt állunk alatta. Ez már csak egy ilyen grátis, hogy összelesen hasonlítani az iper et de én azért alapvetően maradni fogok továbbra is valószínűleg az iper használatánál. Úgyhogy a legtöbb időben azt fogjátok látni. Esetleg meg fogom mutatni így az értéket összehasonlítanul, hogy akkor egy ilyen open speed tesztel mit mérünk. Ez gyakorlatilag most nagyobb érték, mint amit a az összes gépen ráúsz, a párhuzamosra mértünk, mert ott így hát nagyjából 1600. Jó, akkor mondjuk azt, hogy párban van, tehát, hogy itt egy eszközön kihajtottunk annyit. Na most már tényleg vége a videónak!